Ottnak indultunk tehát Ázsiába, melynek első állomása Dubaj lett. Egy járattörlésnek köszönhetően 3 nappal korábbra foglaltuk a jegyünket, így 2 teljes napot tölthettünk el Dubajban. Innen következő utunk Kuala Lumpurba vezetett, amit az Emirates egy Airbus A380-asával tehettünk meg. A repülőút felejthetetlen élmény volt. Kuala Lumpurban nem töltöttünk sok időt, hiszen másnap reggel már indultunk is tovább, Koh Samui-ra, ami szintén csak egy rövid kis megálló volt, hiszen a fő célpontunk, Thaiföld, Koh Phangan szigete volt. Koh Phangan nem csak a thai királyok kedvelt üdülőhelye, hanem az enyém is. Személyes kedvencem, egyszerűen imádom ezt a szigetet. Gyönyörű homokos partjai, fantasztikus természeti látványosságai maradandó élményt hagynak szinte minden ide látogató turistában. Az alig 40 km átmérőjű sziget több mint fele nemzeti park. Koh Phanganon több mint 80 négyzetkilométernyi viszonylag érintetlen esőerdő van, változatos növény és állatvilággal. Spirituális helynek is tartják. Koh Phangannak 2 testvérszigete van, a nagyobb Koh Samui és a kisebb Koh Tao. 6 felejthetetlenül eltöltött nap után mi is a nagyobb testvérszigetre vettük az irányt, Koh Samui-ra. Nagyon szeretjük ezt a helyet is, ezért maláziai utunk előtt muszáj volt a programba beiktatni Koh Samui szigetét is. Ha Koh Samui az úti célpont, mindenképpen érdemes repülővel menni a szigetre. Ilyen reptér egyszerűen máshol nincs. Ezt egyszer mindenkinek látni kell. Február 2-án a Bangkok Airways járatával visszaindultunk Kuala Lumpurba, hogy kezdetét vegye a nagy Malaj körutazásunk. Kuala Lumpur belvárosa felülről. Negyedszerre járok itt, de még soha nem láttam repülőből. Úgy látszik, Koh Samui-ról kell érkezni. Első behatolásunk pillanat a Kuala Lumpurba, a szállásunkhoz. És akkor nézzük a room tour-t. Ami nem lesz hosszú, ellenben kurva jó. 23. emelet egyébként. Na, hol a függöny? Szóval én nagyjából ez, de a tükröződés jobban látszik, mint bármi más. Na, majd reggel visszajövünk. Ez lesz a szállásunk. Mindez 250 ringgit ér. Tök jó. Fölértünk a 48. emeletre, szerintem a tükröződésből már látszik, hogy hol vagyunk. Kapunk törőközött. És akkor keresünk magunknak egy helyet. Hát azért, ez elég fancy. Ilyen érzés, amikor alattad van a város, a 48. emeleten. Háttérben a réges-régi IKEA-tornya. Amik Dubaj után már kis törpének tűnnek, de azért elég jól néznek ki. Ne feledkezzünk meg, hogy előttem meg egy bomba jó sal. Aki ezt az egészet lehetővé teszi, hogy videóra vegyük. Érdemes délben följönni ide, mert ennyien vannak mindössze. Ilyenkor a legnagyobb a meleg. Ami de baromi jól esik egy kis frissítő. Ez van, gyerekek! Highlight, mit látszik? A fővárosban ezúttal nem csak átszálltunk, hanem 3 napot el is töltöttünk itt. Kuala Lumpur egy ultramodern metropolis, Ázsia New Yorkja, ahol a régi és az új tökéletes összhangban van egymással. Thank you.
És a karácsonyfa helyett éppen ezt látjuk az ikertornyoknak a tövében. Béranktonkba. Leeső felfedezés, amit tettem, amikor lejjebb akartam venni a klímát, hogy nincs fűtés a kocsiban. Csak a hideget tudod állítani minimum és maximum között. Ilyen országban, ahol soha nem megy 30 fok alá hőmérséklet napközben, és este is ilyen 27 fok, úgy döntöttek, hogy bele se rakják alapból. Mert minek? Mert minek? Amúgy egy ilyen kis, hát elég alapszintű angtó, úgy hívják, hogy Proton Saga. A műszerfal is mindent elárul, meg az egész belső méret. Ez nagyjából ennyit tud. A nagy hátizsák, nagy bőrönd és a kis bőrönd simán befért hátra. Hát akkor életem egyik legnagyobb vezetési feladata következik. Baloldali közlekedés Maláziában. Full biztosítással megyünk, 13 000 forint 6 napra. Azt kell, hogy mondjam, mintha ide születtem volna, kb. Úgy megyek itt a bal oldalon. Ilyen a maláj vidék egyelőre, amit látunk ebből. Nagyjából olyan a táj, mint tisztaságilag, mint Magyarországon. Van néha egy-két szemét eldobva, de alapjában véve tiszta és rendezett az egész ország. Pálmafákkal tüzdelve az a különbség, hogy az nálunk nincsen. A közlekedési morál kicsit olyan, mint otthon, de nem olyan durva. Ilyen kis szép lassan, sunyi módon jönnek így jobbról-balról, de nincs hirtelen mozdulat, meg igazából durva sebesség és úgyhogy normálisan vezetnek. Nagyon kultúrált ország. A benzin most tankoltunk, 2 ringgit volt. Ez az mai árfolyamon, ami elég szar, mert a forint az nagyon nagyon szenved éppen, 75 forint 1 ringgit, úgyhogy ilyen 150 forint 1 liter benzin, ami még mindig pont a fele a tájföldinek, ami ilyen 300 körül van, otthon most éppen 400. Kultúráltak az utak, jó minőségűek az utak, antók is. Tök jó hely. Az embereknek fogalmuk sincs róla, hogy Malázia mekkora királyhely. Ugye, hogy nekem se volt, és folyamatosan csak a szomszédos tájfölddel tudom összehasonlítani, mert hogy tájföldön nem ez van, ami eski össze az üdülő településekről és a komfortzónából. Itt meg az előbb eljöttünk egy ilyen kis falu mellett, és tip-top volt minden. És elvileg GDP alapján ez egy szegényebb ország, mint tájföld. Szóval, becsekkoló automaták vannak, egy újabb szakma, ami ki fog halni, ez pedig a szállodai check-in pultos. És baromi jó, mert idejössz, és azt mondja, hogy 5 maláj ringitér, kaphatsz például hegyre néző szobát is. Tehát ki tudod választani, hogy milyen extrát kérsz, és nem a pultosnak a jó indulatán, vagy éppen a tyúkorra adja a szobádat. Igaz, hogy pénzt kellene érte, de hajrá. Mi az extrát választottuk, 5 maláj ringitőt megért, hogy lesz kilátásunk. Amúgy a szálloda, az valami gigatop, tehát így a Las Vegas-i szállások jutnak eszembe. És megkaptuk a kártyát. Külön lift visz az 1-től 13-től, meg a 14-től 24-től. Na, megérkeztünk. Itt a szobánk. Hegyre néző kilátást kértünk, amiben most annyira sokat nem látunk, azért nem olyan rossz. A Maláziában látogatók számára létrehozott szórakoztató központ a milliárdos üzletember Lim Bok Tong nevéhez fűződik. Itt található több óriás hotel, bevásárlóközpont, kaszinó, vidámpark, berendezett filmstúdió és egy hatalmas outlet is, melyhez a magasból a több mint 3 km hosszú kötélpályán közlekedő felvonóval is el lehet jutni. Megadjátok! Hát megérkeztem! Itthon vagyok! Sziasztok! Én most itt eltűntem egy órára. Nem csak a korlátlan szórakozás és pénzköltés lehetőségei adottak az ide látogatóknak, hanem vallási elmélyülést is biztosítanak számukra a Chin Shui Caves Temple épületeiben. Ah.
vidám sztorik rajzolódnak ki itt előttünk a horogkeresztes Buddha árnyékában. Mennyire durva, hogy egy-egy kultúrában mi más jelenthet egy-egy jelkép. És ami a globalizáció, az az, hogy ott meg már egy Starbucks. Ennyi. És a pokol után megérkeztünk ide a mennyországba, legalábbis ahogy a kínaiak elképzelik. Más a hangulat is, fény is van. És az egész kilátó a miénk. Nem tudom, hova tűntek a kínaiak, de el. Beültünk egy koreai étterembe, ahol magunknak fogjuk főzni a koreai kaját. Kiválasztottunk egy kétszemélyes menüt. Rögtön kihozták a köretet, ezt egyébként majd folyamatosan frissítik. Kaptunk tányérokat, többet is. Ez lesz a menünk. Paprikás borsos husi, körés husi. Igen, sajt. Fokhagymás és boros. És nekünk kell majd ezt megrélezni itt fönt. És itt van a levesünk, ami egy seafood koreai leves, és hozzá ez elmaradhatatlan kóla. És ezek az ízesítések, amiket majd bele kell főzni a levesbe. Elkészült a vacsink. Én nekem nagyon bejön. Leves még fortyog, de már itt falatozzuk. Olyan különleges ízeket érzek, hogy úristen! Teljesen oda vagyok. Cameron Highlands egy 1500 méter magasban szétterülő felvidék Ipoh városától délkeletre, körülbelül 2 órás autóútra Getting Highlands-től. A hely érdekességét fantasztikus klímája adja, egészen pontosan a klíma által biztosított természeti adottságok, nem feledve, hogy Malázia majdnem az egyenlítőn fekszik. Így a 20-25 fokos hőmérséklet az ország többi részéhez képest egészen szokatlannak tekinthető. Itt van a Boh Teo Center. Nagyon szép a környék. Van egy viewpont. Ezt mindjárt megnézzük. És a legdurvább, hogy olyan finom teja illatot érzek folyamatosan, hogy ez fantasztikus. Maybe I'm going through a drought. You don't even have to do too much. Can turn me on with just a touch, baby. I look around, since it is cold and empty. No one's around to judge me. I can see clearly when you're gone. És itt a tea shop. Itt kértük az új teánkat. És tízszerűen kiülünk, és teázunk egyet. I'm blinded by the light.
vagyunk a Bee és Strawberry Farmon. És tök érdekes, amit az előbb mondtál, hogy ilyen nejlonokba lyukakat vágnak, és így termesztik az epret. Itt van a mékasnak a bejárata. Folyamatosan röpködnek mellettem a méhek. Ott mennek be. Egy-kettő rám is száll, de nem csíp. És itt látjuk a teljes valójában, hogy tevékenykednek üvegen keresztül. Túléltem. Túléltem őket. Így néz ki a kedvenc gyümölcsöm, amikor még a fám van. Igazi mangófa. Sokkal jobban néz ki, mint a fotókon nézett ki akkor, amikor ezt kiválasztottuk. Itt a recepció, ebbe lesz a szállásunk. Aranyhalak, üvöltök kínai turisták, és itt a szállás. És akkor egy room tour. Hát elég menő. Zuhanyzó. És a zuhanyzóból így látod a természetet. És itt a teraszunk. I'm running out of time, 'cause I can see the sunlight up the sky. So I hit the road in overdrive, baby. Csúcséttermet találtunk. Ők azok. Meg is kijött a tándori csirkém, már beleettem, tehát ez már nem a kezdeti fázis. A friss kenyerem, ez a szósz, ez csicseri borsós, isteni, mentás, körés. És a tiéd? Ez nudl, csirkés, tojásos, zöldséges, tofus, szenzációs. Szenzációs ízeket érzek, nagyon-nagyon-nagyon meg vagyok elégedve a kajával. Sikerült leparkolnom ebben a parkolóházban az autóval. Azt hiszem, hogy két ring itt lesz egy órára. Úgyhogy most két napig itt fog pihenni a kocsi. Most van 14.15. 11.30-kor megy a komp. Hát egy picit kicentéztük.